Győri óvodavezetők és a Győri Óvi Foci Klub képviselői érkeztek csütörtökön az Olimpiai Sportparkba, hogy elfogadják a különböző napirendi pontokat. A közgyűlés egyben tisztújító alkalom is volt. A mai közgyűlésünk tisztújító közgyűlés is. Új ügyvezető elnököt választunk. Horvátné Szabó Anett fogja a jövőben, a következő 5 évben az ügyvezető elnöki teendőket ellátni, és az elnökségnek is lesznek új tagjai, akik természetesen a győri óvodák vezetői. Az eseményen az önkormányzat képviseletében részt vett Rózsa Völgyi László. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke elmondta, minden évben támogatják a klub munkáját. Több mint 600 fiatal focistája van ennek az egyesületnek, akik az óvodában tapasztalják meg ennek a népszerű, de rendkívül nehéz sportnak az alapjait. Én csak támogatni tudjuk őket, minden évben támogatjuk őket, sok sikert kívánunk nekük, azt emeljük őket a sportáktól, meg a fiatalok már a futball megtanítja őket az élet alapvető tulajdonságaira, megtanulnak nyerni, megtanulnak veszíteni, megtanulják azt, hogy addig kell küzdeni, amíg le nem fújja a bíró a meccset. Bognár Sándorné 5 év után köszönt el ügyvezető elnöki tisztségétől, mellette Varga Miklósnénak és Holle Zsuzsannának köszönték meg eddigi munkáját. Az új vezetőséggel szeptembertől indítanák újra a 6-7 évesek foglalkozásait. A célunk az, hogy a közel 600 gyerek minden évben részt vehessen ezeken a foglalkozásokon, labdás játékos foglalkozásokon. Természetesen a vírus lesz majd a meghatározó, hogy szeptemberben elindulhatunk-e, és a 22. évadot megkezdhetjük-e. Én nagyon bízom benne, hogy így lesz, és ismét közel 600 gyerekkel, győri gyerekkel ismertethetjük meg a testedzés, a mozgás szépségét. Az Óvi Foci Klubban a 21 évvel ezelőtti alapítása óta már több mint 13 ezer gyermek fordult meg. Ahogy Páfavi Gábor fogalmazott, tálcán kínálják a legügyesebbeket a győri futballkluboknak.